Az ukrán válságról tárgyalt a NATO. Szijjártó Péter azt mondta, Magyarország kitart és nem küld fegyvereket Ukrajnába. Egyre többen követelnek nemzetközi vizsgálatot az ukrajnai civil halottak miatt. Oroszország továbbra is tagad. 575 ezer háborús menekült jött eddig Magyarországra, a határokon és a tranzitponton is folyamatosan segítenek. És kipusztultak a halak a Városligeti tóból, rengeteg haltetemet kellett eltávolítani, mire kerülhetett a vízbe, de nem tudni, hogy micsoda. Ez a Híradó fél nyolctól az M1-en. Meszes Boglárka vagyok, jó estét kívánok! Magyarország továbbra sem szállít fegyvereket Ukrajnába, szögezte le Szijjártó Péter Brüsszelben a NATO tagállamok tanácskozása után. A külügyminiszter azt mondta, a NATO tagállamai nemzeti alapon ugyan szállíthatnak fegyvereket, de szövetségként nem vesznek részt a konfliktusban. Szijjártó Péter beszélt arról is, Brüsszelben újabb szankciós csomagon dolgoznak, de Magyarország nem szavazza meg az energiahordozókra vonatkozó tilalmat. Ezzel a szállítmánnyal gyakorlatilag a következő hosszú időszakra is biztosítottá vált a paksi atomerőmű működése. A közösségi oldalára feltöltött videóban jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter, hogy légiúton megérkezett a paksi atomerőmű működéséhez szükséges nukleáris fűtőanyag. Szijjártó Péter kiemelte, Oroszországból a szállítás korábban vasúton történt Ukrajnán keresztül, de a háború miatt ez ma már lehetetlen. Magyarország energiaellátásának biztonságát a következő időszakban is tudjuk garantálni. Ugye a mai világban világosan látszik, hogy a saját energiaállítási képesség micsoda stratégiai jelentőségű. Nekünk ez pakssal megvan, így kevésbé vagyunk kiszolgáltatva a világpiaci fejleményeknek. Ráadásul a paksi atomerőmű zavartalan működésének rendkívül fontos szerepe van a rezsicsökkentés vívmányainak fenntartásában. Az Európai Parlament csütörtökön egy olyan állásfoglalást fogadott el, amely szerint teljes embargót kell bevezetni az orosz olaj, szén, nukleáris üzemanyag és gázimportra. A Fidesz-LP képviselői nemmel szavaztak az egyébként nem kötelező erejű határozatra. Mint Gál King a közösségi oldalán írta, egy ilyen intézkedés megölné a magyar gazdaságot, a magyar családokkal fizettetné meg a háború árát. A NATO külügyminiszteri tanácsülése után a magyar diplomácia vezetője arról beszélt, a tanácskozáson több eredményt is sikerült elérni. Az Oroszországgal szembeni szankciók például nem fogják érinteni a kőolaj és földgáz szállításokat, és a nukleáris fűtőanyagokra sem terjesztik ki azokat. Szijjártó Péter leszögezte, a NATO mint szövetség továbbra sem küld fegyvereket, és erre egyik tagállamot sem kötelezik. Ez nem a mi háborunk, és ezért a legfontosabb célunk a háborúval kapcsolatban, hogy maradjunk ki belőle. A külügyminiszter szerint a vasárnapi választások eredménye egyértelmű üzenet mindenkinek. A magyar emberek világosan kifejezett döntésének megfelelően Magyarország továbbra sem szállít fegyvereket Ukrajnába. Itt a NATO külügyminiszteri tanácskozásán semmilyen kötelezettség, semmilyen kötelezővé tételről szóló döntés nem hangzott el is, nem is készül ilyen. Szijjártó Péter leszögezte, a magyar álláspontnak köszönhető az is, hogy a Vöröskereszt Debrecenből koordinálja a humanitárius feladatokat, mert itt biztonságban vannak. A NATO fenntartja és megerősíti Ukrajnának nyújtott támogatását, az Egyesült Államok pedig drónokat is küld az országnak, egyebek mellett erről is szó volt csütörtökön az ukrajnai háború miatt zajló diplomáciai nagyüzemben. Mindeközben folytatódtak a harcok is, miközben az ukrán erők sorra foglalják vissza a déli országrészt, az oroszok keletre csoportosítják át csapataikat. Weapons. Fegyverek, fegyverek és fegyverek. Ezzel a három napi rendi ponttal érkezett a NATO tanácskozásra Dmytro Kuleba ukrán külügyminiszter. A diplomata úgy fogalmazott, biztosabban, hogyha országa időben megkapja a szükséges segítséget, akkor képes lesz feltartóztatni az orosz agressziót, hogy a háború ne terjedjen túl Ukrajna határain. I call on all allies. Arra kérek minden NATO szövetséges országot, hogy ne habozzon, tegye félre idegenkedését és biztosítsa a szükséges eszközöket Ukrajnának. Talán furcsán hangzik, de jelen helyzetben a fegyverek a békét szolgálják, mondta Dmytro Kuleba. A világnak fel kell készülnie egy elhúzódó háborúra, a NATO elsődleges célja pedig továbbra is az, hogy megakadályozza a harcok tovább terjedését, jelentette ki a szövetség főtitkára Jens Stoltenberg.
Hozzátette, a tagállamok egyetértettek abban, hogy tovább erősítik az Ukrajnának nyújtandó katonai és egyéb támogatást. Ugyanakkor nem árult el részleteket arról, milyen típusú fegyvereket küldenek a tagállamok Ukrajnának. Tárgyaltunk arról is, hogy segítséget nyújtunk Ukrajnának a kiberbiztonság erősítésében és a vegyi, illetve biológiai támadások elleni védekezésben is, közölte a tanácskozás után Jens Stoltenberg. A Kreml szóvivője közölte, hogy az Ukrajnába szállított fegyverek nem segítik elő az orosz-ukrán béketárgyalásokat. Az orosz külügyminiszter csütörtökön azzal vádolta Kijevet, hogy szándékosan akadályozza a béke megállapodást. Az ukrán kormány valódi szándéka az, hogy késleltesse, sőt, aláássa a tárgyalásokat. A kijevi rezsimet Washington és szövetségesei irányítják, akik arra biztatják Zelenszky elnököt, hogy folytassa a harcot, közölte Szergej Lavrov. Fegyvereket és az Oroszország elleni szankciók kiterjesztését kérte Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is, aki a görög parlament előtt mondott beszédet videokapcsolaton keresztül. A politikus úgy fogalmazott, az orosz támadás nem csak Ukrajna, hanem egész Európa ellen irányul. Oroszország kezdettől fogva mindent megtesz azért, hogy energiaválságot idézzen elő Európában. A cél az, hogy a kontinens mindennapjait az energiahiány határozza meg, és ennek következtében számos országban elszabaduljon az infláció, mondta az ukrán elnök. Az észt kormány csütörtökön bejelentette, hogy még idén leállítja az orosz gázimportot, amely az ország energiafelhasználásának 8%-át teszi ki. Ennek érdekében Finnországgal közösen bérelnek egy a csepp folyósított földgáz behozatalát lehetővé tevő úszó terminált. Minden ehhez szükséges beruházást támogatunk annak érdekében, hogy a gázvásárlással ne finanszírozzuk az orosz hadigépezetet. Így április után már nem érkezik orosz földgáz Észtországba, jelentette ki Kaja Kallas kormányfő. Néhány nappal korábban Litvánia hozott ilyen döntést. Közben rohamosan növekszik a NATO csatlakozás támogatottsága a semleges Finnországban, amely több mint 1300 kilométeren határos Oroszországgal. Egy friss felmérés szerint a finnek 62%-a úgy véli, hogy az országnak be kellene lépnie a NATO-ba. Sajtóinformációk szerint a kérdés húsvét után kerülhet a Helsinki parlament elé. Az Ukrajna elleni agresszió miatt délután az ENSZ közgyűlése kizárta Oroszországot a Világszervezet Emberi Jogi Bizottságából. 93 tagállam támogatta, 24-en ellenezték a döntést. Egyre többen követelnek nemzetközi vizsgálatot az orosz megszállás alól felszabadított területeken talált civil áldozatok ügyében. Az ukrán főügyész szerint több mint 1000 olyan esetről van tudomásuk, amikben a legsúlyosabb bűntényeket követték el. Oroszország szerint viszont a gyilkosságokért az ukránok a felelősek, akik a Moszkva elleni újabb szankciókat akarták elérni a civil áldozatokkal. Sikerrel semmisíti meg a képeken az ukrán tűzérség az oroszok tűzérségi egységét Hersontól északra. A csapást segítő drón felvételeit az ukrán hadvezetés osztotta meg közösségi oldalán. Ahogy azt a felvételt is, amelyen az ukrán rendőrség Mikolajiv zászlóaljának egysége orosz tangot lő ki várról indítható páncéltörő rakétával. Az ukrán hadsereg minden nappal közelebb kerül a dél-ukrajnai kikötővároshoz, amelyet még a háború első napjaiban foglaltak el az oroszok. Máig ez az egyetlen több százezeres ukrán város, amelyet az orosz erőknek sikerült megszerezni. A város védelmét irányító parancsnokot azóta az ukrán elnök le is fokozta. Orosz oldalakon csütörtökön is olyan videók jelentek meg, amelyek szerint a város tovább éli békés mindennapi életét messze a fronttól. Ukrán források szerint viszont folyamatosak a tüntetések az orosz megszállás ellen, amelyeket az oroszok egyre erőszakosabb eszközökkel oszlatnak fel. Az ukrán kormány szeretné elkerülni az újabb humanitárius katasztrófákat, így a kelet-ukrajnai területekről szervezetten telepítik ki az embereket. Sokan Kijevbe érkeznek, ahol immár kezd visszatérni az élet a normális kerékvágásba. Azokban a városokban azonban, amelyeket hetekig tartottak ellenőrzésük alatt az orosz egységek, még mindig holttestek után kutatnak a romok közt. Sokan ugyanis a megszállás teljes idejét a pincékben töltötték, és nagyon sokan nem élték túl a harcokat. Folyamatosan hallottuk onnan is a lövéseket, nem volt fűtés, a gyerekek nagyon fáztak, egymást próbáltuk melegíteni, meséli az egyik bucsai túlélő. A város polgármestere szerint az eddig azonosított holttestek 90%-án lőttsebek vannak, ami alapján ő azt feltételezi, hogy ezeket az embereket kivégezték.
Sokan mesélik, a saját szemükkel látták, ahogy szeretteiket vagy szomszédaikat ok nélkül lelőtték az orosz katonák. Mások arról beszéltek a BBC riporterének, hogy az orosz hadsereg élő pajzsként használta őket. Éltem a II. Világháború idején, ezek pont olyanok voltak, mint a németek, csak oroszul beszéltek, mondja a falu egyik idős lakója. A hivatalos orosz vélemény szerint ezeket a beszámolókat mind meghamisították, és az ukrán katonák végeztek az áldozatokkal. Az volt a céljuk, hogy az előre eldöntött szankciós csomagot elfogadtassák, orosz diplomatákat utasíthassanak ki, és megnehezítsék a béketárgyalásokat, jelentette ki az orosz külügyi szóvivő. Közben pedig arra hivatkoznak, hogy előkerült egy felvétel, amelyen az látszik, hogy ukrán katonák végeznek egy sebesült orosz hadifogollyal. A videó valódiságát a BBC tényellenőrei is igazolták. Az ukrán ügyészség már több mint 1000 a hadi jogot sértő ügyben kezdett vizsgálatot. A főügyész szerint ezek nem csak emberiesség elleni bűntények számítanak, de mivel szerintük igazolható, hogy az orosz erők előre eltervezett listák alapján végeztek ki embereket, az ENSZ 1948-as népirtásról szóló egyezményét is megsértették az oroszok. Számos más nemzetközi szervezet és ENSZ tagállam követeli egy független bizottság kiküldését, amely kivizsgálná a civilek elleni atrocitásokat. A béketárgyalásoknak helyet adó Törökország is jelezte, a civilek elleni erőszak beárnyékolja a további tárgyalásokat is. Két nap után találták meg azokat az ukrajnai menekülteket, akik a Kárpátokban tűntek el a napokban. Négy katonaköteles férfi próbálta a hegyeken keresztül elhagyni Ukrajnát, de Romániába már csak ketten jutottak át. Helikopterekkel és gyalog is keresték őket, végül az 1900 méteren fekvő Pop Iván vonulat közelében találták meg őket, de akkor már csak egyikük élt. További részletek Egyedi Bernadettől. Bár a máramarosi hegyek alacsonyabban fekvő részein ez még nem látszik, de pár száz méterrel magasabban már a hegyi mentők munkáját megnehezítik, az időjárási viszonyok lavina veszélytől is lehetett tartani. Bizonyos részeken akár két méteres hótakaró fedi az országhatárt képező vonulatot, ez okozta a vesztét annak az apának is, aki fiával együtt próbált meg Románia területére jutni, ám szakadékba csúszott, fiát pedig súlyos vagyási sérülésekkel szállították kórházba. Egy nap alatt csak nem 9000 menekült érkezett Magyarországra, a háború kitörése óta pedig összesen több mint 575 ezer embert segítettek a különféle szervezetek. A határokon és a fővárosi tranzitponton megállás nélkül fogadják az érkezőket, és Kárpátaljára is jut a segítségből. Egyre többen hívják fel a figyelmet arra, hogy elhúzódó válságra kell számítani, itt továbbra is várják az adományokat. Minden nap jönnek az orosz-ukrán háború elől menekülők Beregsurányba. A legtöbben azonnal tovább indulnak. Aki mégis itt marad, annak szállást és ellátást biztosítanak. Hálás vagyok és nagyon köszönöm, hogy segítenek rajtunk. Muszáj volt eljönnünk. A kislányom már Franciaországban van, a férjem pedig harcol a háborúban. Az a legnagyobb tragédia, hogy szétszakadnak a családok, mesélte egy kijevi asszony. Herka István polgármester szerint továbbra is szükség van minden segítségre, és bár az elmúlt napokban kevesebben jöttek, ez változhat, így mindenre fel kell készülni. Folyamatosan most is mehet készenlétbe kellene, attól függetlenül, hogy most csak 1000-1100 fő jön át a Beregsurányi határát, kellene ide a segítségpontra igazából mind be fog jönni. Ez már Budapest, a humanitárius tranzitpont. Itt fogadják azokat a menekülteket, akik vonattal érkeznek a határról a fővárosba. Néhány táska és egy-egy gyermekjáték. Sokan csak ennyit tudtak magukkal hozni, amikor elmenekültek otthonról. A gyerekek miatt sokan a házi kedvenceiket is magukkal hozzák, mert a gyerekek ragaszkodnak hozzájuk. Olenának édesanyjával együtt Kijevből kellett elmenekülnie. Most Hollandiába tartanak. Donyeckből 2014-ben menekültünk Kijevbe. Akkor vesztettem el a kutyámat. Most Kijevből is menekülnünk kellett, és a cicámat nem tudtam magammal hozni. Reménykedem, hogy egyszer újra béke lesz Ukrajnában, mert ahogy lehet, vissza akarok menni, mondta a nő. A humanitárius tranzitponton naponta csaknem 1000 ember kér segítséget. Hétfőtől már lelki segélyszolgálat is működik, illetve minden más olyan szolgáltatás elérhető, amire a menekülteknek sürgősen szüksége van. Az élelmezés lehetőségét folyamatosan a nap 24 órájában biztosítjuk, de itt meg tudják váltani a MÁV jó voltából a vasúti menekjegyeket, az idegenrendészet folyamatosan, jelenleges segítséget tud nyújtani a jogi kérdésekben, a pénzváltás lehetőségét is most már itt helyben tudjuk biztosítani, a mobil szolgáltatók magyar telefonkártyákat tudnak átadni számukra.
ez egy nehéz időszak. Több mint 575 ezer menekült érkezett szerda estig Ukrajnából Magyarországra, közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György szerint soha nem látott összefogás valósult meg, ugyanis nem csak a kormány és a civil szervezetek, hanem magyarok tömegei is segítenek. A magyar történelemben eddig példátlan nagyságrendű segítségnyújtás történt a Kelet-Ukrajnából érkező és a Kárpátalján levő egyébként magyar és más nemzetiségű személyek megsegítésére, ahol élelmiszerre, gyógyszerre és más karitatív anyagok tömegére volt szükség, tehát mint 3 milliárd forint értékbe küldtünk ki karitatív segítséget. Közben folyamatosan érkeznek a magyar segélyszállítmányok Ukrajnába. A kormány csütörtökön újabb 60 tonna tartós élelmiszert, palackozott vizet, takarót és tisztálkodószert küldött, amivel kárpátaljai, illetve belső ukrajnai rászorulókon segítenek. Eddig eljutottunk 132 menekült szállásra, és hát folytatjuk ezt a munkát, mindenféleképpen szeretnénk elérni mindegyiket. Ezen kívül van egy külön logisztikai csapatunk, akik személyesen meglátogatják ezeket a helyszíneket. A magyar kormány Ukrajnába eddig mintegy 400 tonna humanitárius segélyszállítmányt küldött a Hungary Helps program keretében. A háború kitörése óta már több mint 4 millió 200 ezeren menekültek el Ukrajnából. Az országot elhagyók nagy része nő és gyermek. Objektíven számoltak be az országos tévécsatornák az orosz-ukrán háborúról, ezt a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság közölte, miután a média tanácsa elfogadott egy kutatást. Hazai tévécsatornák műsorait vizsgálták, köztük az M1 műsorait is. Megállapították, hogy idézem, háborús propaganda a vizsgált műsorokban nem jelent meg. Az elemzésből kiderül, hogy csak az M1 a háború kitörése utáni héten több mint 80 órában foglalkozott az összecsapásokkal és a háború külpolitikai hatásaival. Objektíven számoltak be az országos televízió csatornák az orosz-ukrán háborúról, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság csütörtökön az MT-vel. A média tanács legutóbbi ülésén elfogadott egy kutatást, amelyben március első hetében 5 hazai televíziós csatorna, köztük az M1 műsorait vizsgálták annak kapcsán, hogy miként számoltak be az orosz-ukrán háborúról. Összesen 247 műsort és több mint 5000 műsoregységet elemeztek. Robbanások zajlottak. A háború kitörése után több médium is kritikákat fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy egyes szakértők a háború okairól egyoldalúan nyilatkoztak. A média tanács azonban most azt állapította meg, hogy a vizsgált időszakban ilyen nyilatkozat egyetlen televízióban sem hangzott el. Háborúra ébredt Európa, több ukrán város lakói szó szerint bombák hangjára riadtak ma reggel. Oroszország több irányból szárazföldi és légicsapást indított Ukrajna ellen. Az M1 február 24-e, vagyis az orosz-ukrán konfliktus kitörése óta folyamatosan beszámol a háborúval kapcsolatos legfontosabb információkról. Kijevben hamarosan kijárási tilalom kezdődik. Tudósítóink a háború kitörésekor ott voltak az ukrán fővárosban, jelentkeztek Kárpátaljáról és a határmenti településekről is rendszeresen beszámolnak. Keresem egy picit a szavakat, mert hagytak egy levelet, mert ők már távoztak innen. Ezen azáll köszönünk szépen mindent, nagyon rendesek voltak. Engem meghatottak ezek a sorok, bevallom őszintén. Az NMHH kutatása szerint március első hetében csak az M1-en összesen több mint 2200 esetben regisztráltak a háború témájával foglalkozó műsorrészeket, amelyek ez alatt az egy hét alatt összesen több mint 83 órát tettek ki. Az NMHH közleményében úgy fogalmaz, az M1, az ATV, a Hír TV, a TV2 és az RTL Klub műsoraiban objektíven, szakértőket megszólaltatva, több álláspontot szemléltetve dolgozták fel az Ukrajnában zajló háborús eseményeket. Az NMHH szerint a TV csatornák széleskörűen tudósítottak a harci eseményekről, de rendszeresen foglalkoztak az orosz agresszió magyarországi és nemzetközi következményeivel is. Újabb parlamenti mandátumot szerzett a Fidesz-KDNP, ez a határon túl leadott levélszavazatok átszámolása közben derült ki. A Nemzeti Választási Iroda közölte, hogy az eddig becsült 135 helyett 136 képviselője lehet a Fidesz-KDNP-nek az új országgyűlésben. A baloldali összefogásnak viszont az eddig közölt 56 helyett csak 55 képviselői mandátuma lehet, legalábbis a jelenlegi állás szerint.
A külképviseleteken és a levélben leadott szavazatok összeszámolása azért nem zárult még le, mert ma érkezett meg az utolsó külképviseleti urna a vietnámi Hanoiból. A Nemzeti Választási Bizottság délutáni ülésén megtekintették a 36 voksot tartalmazó urnát és az urnazáró címkéket. A tagok meggyőződtek arról, hogy azok sértetlenek, így nincsen törvényi akadály annak, hogy az urnában lévő voksokat összeszámolják. A szavazatokat az átjelentkezéssel szavazók voksaival együtt juttatják el a 106 egyéni választókerületbe, amelyekben a választás estén fel nem bontott urnák tartalmával együtt értékelik majd ki őket, várhatóan egyébként szombaton. Itzhak Herzog, Izrael államfője is gratuláló levelet küldött Orbán Viktornak a Fidesz-KDNP nagyarányú kétharmados választási győzelméhez. Írásában Izrael barátjának és szövetségesének nevezte Magyarországot, tájékoztatta az MT-t csütörtökön Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Herzog elnök Izrael állam és az izraeli nép nevében szívélyes gratulációját fejezte ki, leszögezve Magyarországot és Izraelt értékes baráti kapcsolatok kötik össze. Nem lesz tagja a következő országgyűlésnek Márki-Zay Péter, a baloldal volt listavezetője, ezt a közösségi oldalán közölte. Mindeközben tovább tart a baloldalon a súlyos választási vereség okainak elemzése. A jelek szerint a legtöbben a miniszterelnök jelöltet tartják felelősnek. Még mindig maradnak? Politikában is? Én is itt maradok, és együtt leszünk. Egy nappal a választási vereség után elcsukló hangon közölte Márki-Zay Péter, hogy maradna a politikában. Az ATV stúdiójában még azt is mondta, a baloldal volt listavezetője, pártot fog alapítani. Mindenképpen azt a pártot, azzal tartozom nagyon sok magyar embernek. 24 óra leforgása alatt azonban fordult a kocka. A parlamenti mandátumhoz jutott Márki-Zay Péter ugyanis közölte. Hosszas mérlegelés után úgy döntöttem, hogy nem ülök be a parlamentbe. A közösségi oldalán a bejelentést úgy folytatta. Nekem most vásárhelyen kell megvédenem a vásárhelyi gyerekeket attól, hogy a Fidesz elvigye őket golyófogónak Ukrajnába, köztük négy, még csak nem is katona fiaimat. Nem engedi a fegyverszállításokat áthaladni magyar területen. Orbán Viktor azt hazudja, hogy ezzel veszélynek tenné ki Magyarországot. Pedig épp a hódmezővásárhelyi polgármester volt az, aki a választási kampányában arról beszélt, nem lenne veszélyes, ha Magyarország területén át fegyvereket szállítanának Ukrajnába. Márki-Zay Péter szerda esti bejelentésében arra is kitért, hogy vidéki polgármesterként sem fogja magára hagyni azt a 106 hőst, akik ellenzéki jelöltként elindultak a választásokon. Közölte, nem szabad feladni ezt a történelmi küzdelmet. Márki-Zay Péter októberben azt mondta, hogy ő leváltja az ellenzéket. Valójában nem leváltotta, hanem megbuktatta. A baloldali összefogás vezetői már a választás éjszakáján kritizálták Márki-Zay Pétert, mondván ő buktatta meg a hatpárti koalíciót. Azok, akik rábízták a hajó sorsát, végül azt gondolják, hogy talán nem ez a legjobb kapitány. És azt hiszem, hogy igazuk van. Gyurcsány Ferenc DK elnök azt is közölte, végig kell gondolni, hogy jól döntöttek-e a miniszterelnök jelölt személyét illetően. Nagyon egyértelmű egy kampányban, hogy a miniszterelnök jelölt, a kampány vezetője viseli a felelősséget azért a kampányért. A vereség egy személyi felelősség, amit nem lehet utólag áthárítani, folytatta Márki-Zay Péter támadását az ugyancsak DK-s Arató Gergely. A gyurcsánypárti politikus szintén az ATV-ben azt hangoztatta, a DK mindent végrehajtott, amit Márki-Zay Péter kért, még akkor is, ha azzal nem értettek egyet. Azért én itt jártam a választókerületet, nyilván, mint ahogy a többi jelöltársam is. És nagyon sokan jöttek hozzám az utolsó héten oda, hogy ők értik, ők szeretnék, hogy az Orbán eltakarodjon, de hát ők azért nincsenek meggyőzve arról, hogy Márki-Zay Péter jobb miniszterelnök jelölt lenne. És ugyanezt az érzést egyébként ezt nagyon sok képviselőtársam megerősített, én beszéltem sokakkal. Arató Gergely szerint Gyurcsány Ferenc annyit vett részt a kampányban, amit a miniszterelnök jelölt megengedett neki. Kitért arra is, nem csak a Jobbik bázisával voltak problémák, hanem a hagyományosan baloldali, külső budapesti kerületekben is szoros eredmények születtek. Ez szerinte azt mutatja, hogy még a baloldali törzsszavazók egy része is otthon maradt, mert nem szólította meg őket a kampány élén Márki-Zay Péterrel.
A választók megbüntették a baloldalt és a Jobbikot azért, amiért összefogtak, erről Volner János beszélt az M1-en reggel. A Volner párt elnöke szerint a baloldal megsemmisült a választáson, az Egyesült Ellenzéknek ugyanis jóval kevesebb a szavazója, mint azelőtt volt, hogy összefogott volna a Jobbikkal. Volner János úgy látja, a Jobbikot megbüntették a választók az összefogásért, ezért a Jobbik végül üres kézzel érkezett az összefogásba, így a baloldal is rosszul járt a szövetséggel. Azt az árulást, amit végrehajtottak Jakab Péterék, a választók megbosszulták, elhagyták a pártot, ők hiába reklámozták magukat a baloldali összefogás pártvezetőit átverve azzal, hogy a Jobbik rengeteg szavazót fog ebbe a baloldali összefogásba hozni. Számos választókerületben azt lehet látni, hogy egyesével a Jobbik jelöltjei 2018-ban jobb eredményt értek el, mint amennyit a baloldali összefogás együttvéve elért 2022-ben, emiatt is van ez a döbbenetesen nagy különbség, egy nagyon kényelmes kétharmaddal nyert Orbán Viktor és a Fidesz. Két-három hete nagyjából azonos szinten stagnál a koronavírus járvány erőssége itthon. 2568 új fertőzöttet regisztráltak az elmúlt egy napban, és elhunyt 37 beteg. 1724 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük pedig 51-en vannak lélegeztetőgépen. A vírus az oltatlanokra a legveszélyesebb, ezért arra kérik őket, hogy regisztráljanak és vegyék fel a védőoltást. A kormányzati portál kiemeli, hogy továbbra is biztosítják az oltás lehetőségét. A vakcinák elérhetők a kórházi oltó pontokon, a házi orvosoknál, valamint a házi gyermekorvosoknál is. Súlyos politikai vereséget szenvedett a balliberális német kormány azzal, hogy a Bundestag leszavazta a 60 éven felüliek kötelező oltásáról szóló javaslatot. Az indítványt még a kormánykoalícióhoz tartozó képviselők jelentős része sem támogatta. Ausztriában már március elején meghiúsult ez az ötlet, ott maga a kormány döntött úgy, hogy visszavonja saját rendeletét. Csütörtökön arról kellett dönteni a Bundestag képviselőinek, hogy kötelezővé tegyék-e a 60 év felettiek koronavírus elleni oltását. Az országban eddig csak néhány szakmát érintett a kötelező vakcina. Az indítványt a kormánypártok terjesztették elő, de nem egységes kormányzati törvényjavaslatként, mivel a liberálisok és a zöldek között is sokan ellenzik az oltás kötelezővé tételét. Az egészségügyi miniszter a végsőkig kiállt a javaslat mellett. Meg akarjuk szokni, hogy naponta 200 vagy 300 ember hal meg, hogy néhányan szerencsések, mások viszont az intenzív osztályon az életükért küzdenek. Ez nem lehet humánus társadalom, mondta, és arra kért mindenkit, hogy támogassák a javaslatot. Ami végül mégis megbukott, mert a kormánypárti képviselők egy része is ellene szavazott. A nemmel szavazók szerint ugyanis éppen, hogy csökkenti az oltási hajlandóságot, ha azt törvénnyel írják elő. Arra a következtetésre jutottam, hogy ellenzem a kötelező védőoltásokat. Én, aki azért küzdöttem, hogy minden egyes ember be legyen oltva a világjárvány idején, világossá vált számomra, hogy ez csak akkor működik, ha megszüntetjük a nyomásgyakorlást, mondta az egyik legfiatalabb zöld párti képviselő. A kormány azt szerette volna, hogy októbertől minden 60 évesnél idősebb embert kötelező jelleggel oltsanak be, minden 18 évesnek pedig kötelező tanácsadást írtak volna elő. A német kormány még mindig óvatos, számos járványintézkedés van érvényben annak ellenére, hogy az ország lakosságának 75%-a van beoltva. Ausztria március elején függesztette fel a kötelező koronavírus elleni oltásról szóló rendeletét. Az egészségügyi minisztérium úgy ítélte meg, hogy az intézkedés nem volt arányos a helyzettel, és számos meggyőző érv szólt amellett, hogy az alapvető jogokat nem korlátozhatják. Ausztriában a lakosság 70%-a élvez teljes védettséget. Egyre súlyosabb a vírus helyzet Sanghájban. Hiába a teljes karantén, még mindig napi 20 ezer új koronavírus fertőzöttet regisztrálnak. A 26 milliós városban szinte senki sem mehet utcára, még boltba se lehet elmenni, így egyre nagyobb gondot okoz az élelmiszerhiány. Napról napra többen szorulnak már kórházi ellátásra, a városban éppen ezért átmeneti kórház épül, ahol már most több mint 13 ezer ágy foglalt. A valaha volt legnagyobb átmeneti kórházat építik Sanghájban, Kína legnépesebb városában. Az eredetileg kiállító térnek szánt épületben kórtermeket alakítanak ki. Az akár 40 ezer beteg ellátására tervezett kórház férőhelyeinek harmadát már használatba is vettek.
Múlt hét hétfőn helyezték vesztegzárralá Sankáj bizonyos városrészeit, már akkor is 11 millióan kényszerültek a négy fal közé, többen, mint Magyarország teljes lakossága. A zárlatnak a tervek szerint kedden véget kellett volna érnie, ám a fertőzés szám nemhogy csökkent volna, de ekkor indult igazán emelkedésnek. A hatóságok ezért úgy döntöttek, meghosszabbítják és az egész városra kiterjesztik a lezárást, így immár mind a 26 millió lakost érinti. Egyelőre nem tudni, mikor érhet véget a vesztegzár. Az utakon csak mentőket, rendőröket és ételfutárokat látni. A hatóságok szigorúan betartatják a karanténszabályokat. Az emberek még akkor sem hagyhatják el otthonukat, ha élelmiszert szeretnének vásárolni. A brit BBC információi szerint tömeges problémát jelent az élelmiszerhiány. Félő, hogy sok háztartásban napokon belül elfogy minden élelem. Óriási felháborodást keltett a városban, hogy eleinte elválasztották szüleiktől a fertőzött gyermekeket. A Városi Egészség Ügyi Bizottság azonban hamarosan bejelentette, mégis engedélyezik, hogy a szülők gyermekeikkel tartsanak a kórtermekbe. A fertőzött gyermekek ellátásakor nem csupán a jogszabályokra kell gondolnunk, hanem a gyermekek különleges igényeire is, mondta a bizottság egyik tagja. A hatóságok tömeges vírustesztelésbe kezdtek. Néhány nap alatt mind a 26 millió embert megvizsgálják, a tesztelést több ezer szakember végzi. Csak ma három baleset is történt itthon vasúti átjárókban. Hajnalban Tiszaföldvár és Kunszentmárton között ment neki az érkező motorvonatnak egy kamion, de sem a sofőr, sem a vonatutasai nem sérültek meg. Sárváron viszont meghalt annak az autónak a vezetője, amelyik a tilos jelzés ellenére hajtott a sínekre. A vonat csak nem fél kilométeren áttolta maga előtt a járművet. Délután pedig Bácsalmásnál volt ilyen gázolás egy átjáróban, egy személyautóban ketten sérültek meg. Két napja a Csongrád-Csanád megyei Mincentnél öten haltak meg, amikor egy furgon ütközött az átjáróban az érkező vonattal. Az összes hal elpusztult a Városligeti tóban, miután valamilyen mérgező anyag került a vízbe még szerdán. A haltetemeket kutyasétáltatók vették észre, egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a mérgezést. A tóba nemrég szállították át egyébként a Margit-szigeti japán kertből a halakat, így sajnos azok is elpusztultak. A főkert vizsgálja, hogy mi történhetett, a tó rehabilitációja csak ezután kezdődhet el. Vízen úszó döglött halak és a rothadó halszak fogadta a Városligetben sétálókat. Kedről szerda reggelre teljesen kipusztult a Városligeti tó élővilága. Hát akkor nem fogunk etetni. Nagyon sokan rendszeresen kijártak és etették a kacsákat és a halakat is. A sétáló embereket megdöbbentette a látvány, hiszen évek óta járnak a tóhoz és környékére, de még ehhez hasonló esettel nem találkoztak. Most nekik minden áldott alkalommal, egy héten egyszer idejöttünk, és megetettük őket. És tukik voltak, meg a kacsák is. Na mindegy, borzasztó, szegénység. A főkert ZRT munkatársai már a kora reggeli órákban elkezdték a ligeti tó tisztítását. Egymás után zsákolták és hordták ki az elpusztult haltetemeket. Köztük hatalmas amúrok és óriási pontyok is voltak, de több ezer elpusztult apró halat is lehaláztak. Az M1 kereste az ügyben illetékes főkert ZRT-t, akik közleményükben azt írták, az üzemeltető Városliget ZRT és az illetékes szakhatóságok megkezdték a károk felmérését. Mint írták, a laboratóriumi vizsgálatokat a kormányhivatal folytatja. Ezek után kerestük a tavat üzemeltető Városliget ZRT-t is, akik e-mailben arról tájékoztattak, hogy az illetékes hatóságok a Városliget ZRT közreműködésével minden szükséges biztonsági intézkedést meg fognak tenni, illetve folyamatosan zajlik a tetemek kiemelése és szakszerű megsemmisítése. Azt is kiemelték, hogy elővigyázatosságból a Városliget ZRT azonnal elzárta a túlfolyót, illetve a Széchenyi fürdő is megállította a tó táplálását. Az egyik horgászegyesület szakértője szerint ijesztő az ekkora halpusztulás. Azt mondja, több jel is utalhat arra, hogy a halak nem természetes úton pusztultak el. Ilyen gyorsan, tehát egy éjszakáról a másikra, a hőingadozás, amit tapasztaltunk az elmúlt hetekben is, azt hiszem minden élőlényt megviselt, köztük a halakat is, meg minket is. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen gyorsan ezt a pálfordulást nem lehet úgy megtenni, hogy valaki, vagy valakik, vagy valami ne került volna abba a környezetbe, ahol a halak élnek.
A tavat 2018-ban eresztették le és kotorták ki utoljára, azóta nagyon nagy halsűrűség alakult ki. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem munkatársa azt mondta, nem csak kívülről, hanem a tóban felgyülemlett üledékből is felszabadulhatott az a mérgező anyag, ami a halak pusztulását okozta. Amit mi látunk az évek óta zajló kutatásokból, hogy akárhogy próbálják kiszűrni a Széchenyi fürdőből jövő szennyezéseket, folyamatosan kapja a humán szennyezést a víz. Erre vonatkozóan már számos publikációt közöltünk kollégákkal, akár vízkémiai gyógyszermaradványok tekintetében, hogy valójában tényleg ez a víz, ez egy szennyezett víz. Az esetet súlyosbítja, hogy a Margit-szigeti japánkert eliszaposodott halastavának takarítása miatt az ottani halakat és teknősöket ideiglenesen a Városligeti tóba telepítették át, így az átvitt állomány is megsemmisült. Magyarországra is érkeztek szalmonellával szennyezett Kinder csokoládé termékek, ezt közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Egy belga üzemben készültek az édességek, és már több uniós országból is jeleztek meg betegedéseket. A húsvét előtti hetekben folyamatosan ellenőrzik a szakemberek az élelmiszerboltokat, valamint a piacokat is. Hagyományos és gyors érlelésű sonkák, húsvét előtt ezek a legkeresettebb termékek, mindenki igényei szerint és pénztárcájához mérten választ. A minőség is ár is, de nyilván megnézem, hogy mellik a megfelelő. Bár sokan gondolkodnak előre, az üzletekben az igazi roham a húsvét előtti napokban várható. Ketten vagyunk, ezért nincs szükségünk nagy mennyiségű sonkára. Nálunk is ez a klasszikus sonka, torna, tojás. A kalácsot azt házilag szoktuk sütni. Nálunk fontos az, hogy minőségi sonka legyen. Mivel nem vagyunk 5-6-an, 10-en, ezért nyilván nem nézzük annyira az árat. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal március 24-e óta egészen húsvétig folyamatosan ellenőrzi az élelmiszerüzleteket és a piacokon árusítókat. Elsősorban a friss húsokat, pácolt, füstölt termékeket figyelik. Külön hangsúlyt fektetnek a sonkák és tojások vizsgálatára. Az árusok igyekeznek minden elvárásnak megfelelni. Nagyon fontos, hogy vannak rövid és hosszabb szabadságú termékek. Azt már amikor figyeljük az átvételkor, hogy azok a húsvéti füstölt áll termékeknek a szabadossága minimum húsvétig, de inkább tovább eltartható legyen. Nagyon fontos, hogy a minden termék fel van címkézve, és a címként található elvárások, ami a termékkel van, azt tudja is a termék. Egy kilogramm sonka ára 1400 forinttól kezdődik, a magasabb minőségű áruk azonban már több ezer forintba kerülnek. Legkevesebbet a gyors érlelésű sonkákért kell fizetni, minél tovább érlelik a húst, annál magasabb az ára. Az 1500 forint körüli gyors érlelt, főtt, hőkezelt termék, az nem ugyanaz, mint a 2000, 3000, 4000 forintos hagyományos érlelésű, hagyományos füstölésű, hosszan érlelt kötözött készítmény. És végképp nem ugyanaz, mint a még hosszabban érlelt parasztsonka. A Nébih munkatársai mindent megtesznek azért, hogy az üzletekben csak biztonságosan fogyasztható árukból lehessen választani. Azt mondják, a legtöbb ételmérgezésnek nem a termelők vagy a forgalmazók az okozói. A legtöbb megbetegedés még mindig a háztartások figyelmetlenségéből, adott esetben felelőtlenségéből következik be, így a megvásárolt élelmiszereknek az otthoni tárolására, szakszerű elkészítésére és a maradékok időbeni elpakolására vagy lefogyasztására is fordítsunk figyelmet. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy Belgiumból Magyarországra is érkeztek szalmonellával szennyezett Kinder csokoládé termékek. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szerint hatféle termék érintett a visszahívásban, ezek között van a népszerű tojásformájú édesség is. A hatóság azt kéri, hogy akik az érintett csokoládékból vásároltak, ne fogyasszák és ne ajándékozzák el. A fertőzött édességekről részletes leírás a Nébih honlapján olvasható. A modellváltás után is népszerű a magyar felsőoktatás. Idén 7000-rel többen jelentkeztek valamilyen képzésre, mint két évvel ezelőtt. Még mindig az ELTE a legnépszerűbb intézmény, és továbbra is tarol a gazdálkodás és menedzsment szak. A jelentkezők átlag életkora 24 év, de a legidősebb jelentkező 76 éves.
Nagy a nyüzsgés, rengeteg diák a folyosókon. Így telik egy átlagos szünet az Egri Neumann János gimnáziumban. Itt tanult Cseh Kristóf is, akinek ez az utolsó éve. Mindenképpen a felsőoktatásban szeretne tovább tanulni, felvételi jelentkezését február 15-éig kellett véglegesítenie. Azt mondja, sokkal egyszerűbb volt, mint amire számított. A jelentkezés az most már ugye teljesen ugye online történik a felvi.hu-n, ami szerintem egy nagyon jó, nagyon egyszerű rendszer, amit könnyű volt megérteni, de persze iskolában is elmondták nekünk, hogy hogy működik. Sokkal egyszerűbb volt, mint ha papír alapon kellett volna, mert ugye otthon megcsináltuk, minden adat rendelkezésünkre állt, és ezért ugye egyszerű volt, gyorsabb is. Az oktatási hivatal adatai szerint idén már a diákok több mint 95%-a online intézte a felvételi eljárást. Az utóbbi években több jelentős változás is történt a hazai felsőoktatásban. Az egyik legfontosabb a tavaly végbe ment megújulás az egyetemi rendszerben, ami több pénzügyi forrást és nagyobb szabadságot is biztosít a megújuló intézmények számára. Az oktatási hivatal megbízott elnöke szerint a megújulás hatásai már a mostani jelentkezési számokon is látszanak. Nagy megnyugvás, én azt gondolom mindannyiunk számára, hogy a fiatalok számára, vagy a jelentkezők számára, hiszen ott vannak idősebb személyek is, akik akár másoddiplomát, új diplomát, vagy most kezdenek le egy alapképzést, számukra vonzó a felsőoktatás, hiszen jelentősen azért növekedett a modellváltást megelőző utolsó évhez képest a jelentkezői szám. Ha megfigyelik, igazából mindegyik területen ez végül is jelen van. 2022-ben több mint 7700-al többen jelentkeztek valamilyen felsőoktatási képzésre, mint 2020-ban, a megújulási folyamat előtti évben. 2022-ben jelentősen több hallgató részesülhet majd állami ösztöndíjban, és ennek a mértéke is nő. 2020-hoz képest majdnem megduplázódott az egyfőre jutó hallgatói normatíva összege. Az idei jelentkezési adatokból kiderül, hogy továbbra is az Eötvös Loránd Tudományegyetem a legnépszerűbb, oda jelentkeztek a legtöbben. Ezt követi a Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem. A szakok tekintetében a gazdálkodási és menedzsment a legnépszerűbb, több mint 5000-en jelentkeztek ilyen alapképzésre. A felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy a hazai ösztöndíjrendszer és a kiterjedt diákhitelrendszer mellett a hazai intézmények nemzetközi megítélése is vonzóvá teszi a képzéseket a fiatalok számára. Az egy nagyon tiszteletreméltó és büszkeségre okot adó szám, hogy a 28 000 felsőoktatási intézmény közül, ami a világban van, 11 magyar egyetem az első 5%-ban van. Idén a felsőoktatásban jelentkezők átlag életkora 24 év, a legidősebb jelentkező 76 éves. A jelentkezők számára április 20-án nyitják meg újra az elektronikus felületet, akkor indul az e-ügyintézés. A felvételi ponthatárokat várhatóan július 21-én teszik majd közzé. Újra lehet elektromos kerékpár vásárlásához támogatást igényelni. Idén 1 milliárd forint a keretösszeg, és az egy biciklire igényelhető támogatás is nőtt. Újdonság, hogy mostantól nem szükséges munkáltatói igazolás a pályázathoz, így nyugdíjasok, egyetemisták és akár kismamák is jelentkezhetnek. A kerékpárba egy félig integrált akkumulátor került elhelyezésre. Elektromos rásegítésű kerékpár akkumulátorát mutatja éppen Koller Zoltán. Ebben a gyárban évente 23 000 darab elektromos bicikli készül, de ez a szám folyamatosan növekszik. Nagyra a kereslet, főleg amióta a kormány támogatást nyújt a megvásárlásukhoz. A hazai piacon abszolút érezhető a támogatásnak a jelenléte. Az elmúlt évben 105%-ot növekedett az elektromos kerékpár eladásunk. A vírushelyzetet megelőző időszakhoz viszonyítva, tehát a két év távlatában pedig közel 300%-ot. Vannak új modellek. Az elmúlt évek sikereit látva most újabb, nagyjából 10 000 ilyen kerékpár megvásárlását támogatja az állam, méghozzá a korábbiaknál nagyobb összeggel. Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos emlékeztetett, itthon évente körülbelül 10 000 elektromos rásegítésű kerékpárt adnak el, tavaly pedig csaknem 7 000-et állami támogatással vásároltak meg. A kerékpáros szervezetekkel, a HUMDA-val és az ITM-mel közösen újra kiírtuk 1 milliárd forint keretösszegben az elektromos rásegítésű kerékpárok megvásárlására a pályázatot. A nyomatékszenzoros kerékpároknál az értékhatár 1 millió 200 ezer forintra emelkedett, a pedálszenzorosoknál 600 ezer forintra. 180 ezer, illetve 100 ezer forintos támogatást lehet ezen biciklik megvásárlásához kapni. Mindez a kormány klíma- és természetvédelmi akcióterv keretének része. Steiner Attila államtitkár
államtitkár azt mondta, az elektromos kerékpárok megfelelő alternatívát tudnak nyújtani az autóval való közlekedéssel szemben. Ez mind ellátásbiztonsági szempontból, mind kibocsátási szempontokból egy nagyon fontos irány, és én azt gondolom, hogy a magyar energiastratégia is egyre inkább ebbe az irányba fog elmenni. Ez is egy teljesen új modell. Az előző évekkel szemben idén az igényléshez nem szükséges a munkáltatói igazolás, így nyugdíjasok, egyetemisták és akár kismamák is jelentkezhetnek a pályázatra. Mindezt április 14-től az elektromobilitás.humda.hu oldalon lehet megtenni. Megújította együttműködését a közmédia az olasz ANSA hírügynökséggel. A megállapodás értelmében az ANSA a közmédia rendelkezésére bocsátja angol nyelvű hírügynökségi tartalmait, továbbá a nemzetközi fotószolgálatának képeit. Cserébe pedig az MTVA is biztosítja ugyanezt olasz partnerének. Szabó Eszter, az MT igazgatója úgy fogalmazott, az ANSA Olaszország legmeghatározóbb hírügynöksége, a velük kötött megállapodással pedig Magyarország bekerül a nemzetközi híráramba. Az MTI-s accountot hozzáférést ad továbbra is a magyar hírügynökség híreihez. Az ANSA a saját döntés alapján válogat ezekből a hírekből, és beépíti a saját kiadásával. Ez magyar nemzeti érdek is, hogy nemzetközi kapcsolataink erősödjenek, és a világ híráramába a Magyarországról szóló hírek nagyobb fajsúllyal kerülhessenek be.